Weiser István előadását megelőzően Bárdi László, a Makói Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársa tartott egy rövid előadást, mely során a Makói Paktum eredményeiről számolt be. Stábunknak elmondta, hogy ez milyen pilléreken nyugszik. Ez egy helyi gazdasági szereplők által létrehozott egyesség, illetve ők megalkottak egy foglalkoztatási stratégiát, amelyben a térség, illetve az érintett településeknek a vállalkozásaira, az itt élő embereknek az igényeire építve fogalmaztak meg elvárásokat. Weiser István marketing stratéga pedig beszámolójában kiemelte, egy cég életében fontos, hogy az új vásárlók mellett nagy figyelmet fordítson a már meglévő ügyfélbázisra is, mivel a profit körülbelül 80%-a ebből a szegmensből kerül ki. Értekezésében ahhoz nyújtott segítséget, hogy a cégek vezetői hogyan tudnak gyorsan és hatékonyan növekedni a piacon. Ennek az előadásomnak az a címe, hogy duplázás, ami azt jelenti, hogy az a specialitásom, hogy viszonylag rekordidő alatt megduplázok cégeket, mármint bevétel, illetve profit tekintetében, és ezt nagyjából el fogom mondani most az előadás alatt, hogy ez hogy működik, illetve hogy ez nem egy lehetetlen dolog, vagy legalábbis egy könnyedén azt mondom, hogy bárki számára elérhető, aki kicsit komolyabban gondolja a vállalkozásnak a növekedését, és ezt fogom megmutatni, hogy ezt hogy csinálom. Hozzátette, ehhez elengedhetetlen a vásárlói elégedettségmérés és az utánkövetés, tehát az ügyfelek kezét a vásárlás után sem szabad elengedni. Ez a felfogásmód Magyarországon még gyerekcipőben jár.